Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt az állatpolgár. Ezt a képet egy szomszédtól kaptuk, aki hazaköltözött vissza az országába, és ezt itt hagyta. És mivel állatos csatorna, most egyelőre ezt raktam ki, ez persze majd le fog cserélődni. Az állatpolgáron állatokkal kapcsolatos videókat találhatok, hogyha ezek tetszenek, akkor kérlek lájkoljátok a videókat, és iratkoztatok fel. A mai videót nagyon erős idegzetűeknek ajánlom, ugyanis olyan állatokról lesz szó, akik visszavágtak, az orvadászok ellen felléptek. Az állatok egyre erélyesebben, egyre agresszívabban lépnek föl az őket megtámadók ellen. Egy szakértő azt mondja, hogy ez csak erősödni fog, mert egyre kevesebb ezeknek az állatoknak az élőhelye, az ő számuk ugye folyamatosan fogyatkozik, és ráadásul még vannak orvadászok, akik őket írtják, akár az oroszlánokat, akár az elefántokat, az agyaraikért, az oroszlánokat, a fejét, a mancsáért. Elképesztő okok miatt ölik le ezeket az állatokat. Ugye vannak a trófeavadászok. Ezek mind-mind arra ösztökölik az állatokat, hogy fellépjenek a saját védelmükben. 10 esetet fogok elmondani nektek, amikor is az állatoknak elege volt, és az orvadász lett az áldozat. Az első történet, amikor egy tigris vadászta le az őt megtámadó férfit. Szibériában járunk. Vladimir Markov volt az, aki rálőtt egy tigrisre. Ez miért történt meg? Nagyon nehéz időszak volt ez. Nagyon kevés élelemhez jutott a férfi. Na de hogyha egy ember kevés élelemhez jut, az annyit tesz, hogy az állat is kevés élelemhez jut, tehát félti a zsákmányát. Viszont Vladimir nagyon éhes volt, és észrevett, hogy a tigris éppen egy szarvast eszik. Neki már nagyon kellett a szarvas, nagyon szerette volna azt a zsákmányt megkaparintani. A férfinél volt egy engedély nélküli fegyver és pár golyó, és úgy döntött, hogy rálő erre az állatra, a tigrisre. A mancsán el is találta a tigrist, az gyorsan elmenekült a helyszínről. Ez a tigris amúgy olyan 225 és 320 kg között volt. A tigris elment, a férfi pedig a szarvas maradékát, ugye amit a tigris hagyott, hazahúzta a saját kunyhójához. Nem vitte be, gondolom, hanem kint feldolgozta. Igen ám, de a tigris, amint egy picit jobban lett, követte a nyomokat, és elment a férfi kunyhójához. A férfi nem volt otthon, 48 órát várhatott körülbelül a tigris, mire Vladimir hazajött. Ekkor a tigris ráugrott Vladimirra, és elkezdte azt széttépni, fogával, a mancsával. Amikor a nyomozók rátaláltak Markovra, akkor a csizmáját találták meg, amiből csak pár csont állt ki. Megtaláltak egy véres inget, amiben még benne volt egy széttrancsírozott kar is, és egy levágott kezet és egy fejet találtak. Az arca az még úgy nagyjából rajta volt a fejen, a koponyán. Úgyhogy elég véres bosszút állt a tigris. Valószínű azért, mert nem csak hogy megsebesítette az állatot, hanem a tigris észrevette, hogy Vladimir egy ellenség. Elveszi az ételemet, akkor meg kell védeni magamat, a zsákmányomat, és ezért támadhatott erre a férfira. Ez volt az első történet. A következő egy orszarvú támadásról fog szólni, vagyis mondhatni inkább önvédelemből alakult támadásról. Luteni Muharukua egy orvadász banda tagja volt. A namíbiai Etosha Nemzeti Park egy védett területére lépett be, ő és a társai. A férfiak az állatok szarvaira vadásztak. Mindig volt náluk drótvágó és valamilyen fűrész. Annyi volt nekik az egyetlen fontos, hogy az orszarvút leelőjék, és utána levágják a szarvát. És ott hagyják a tetemet úgy, ahogy van. Semmi más nem érdekel őket, egyszerűen már sikerült túladni jó áron az orszarvú szarván, és újra visszamentek, hogy megint találjanak egy újabb áldozatot. Ez a kis orvadász banda, ez a csoport, követett egy orszarvút. Sötét volt, hozzáteszem. Követtek egy orszarvút, de egyszer csak nem találták meg. De az orszarvú nem vesztett őket szem elől, ő végig tudta, hogy őt követik, aztán valahogy a hátuk mögé került, és mindig is szemmel tartott ezt az orvadász bandát. Az orszarvú nem tétlenkedett, rögtön neki futott, belefutott ebbe a csoportba, de
Még azért hallották, hogy az orvosztalú közeledik, úgyhogy ennek a kis csoportnak volt ideje gyorsan átgondolni, hogy inkább futnak, mint hogy rálőjenek, hiszen akkor nem lenne esélyük, úgyhogy elkezdtek futni. Muha Rukua is futott, de megbotlott, és az orvosztalú áttaposott rajta, és elkezdte őt taposni. A másik kettő visszarohant a férfiért, és megpróbálták az orvosztalút elüldözni. Megfogták a sebesült férfit, a két társ, és egy ilyen kisebb dombra, hegyoldalra felvonszolták ezt a sérült férfit. Ott voltak egészen reggelig. Aztán jöttek a vadőrök, és ez a három férfi szinte megkönnyebbülten nyújtotta a csuklóját, és inkább a bilincs kattanjon rajta, mint hogy egy orrszarvú őrájuk még egyszer rátámadjon. A következő egy oroszlán támadásról szól, amikor is csak egy fejet hagytak. És ez egy nagyon jelképes támadás, viszont támadás volt. Dél-Afrika, Kruger Nemzeti Parkról van szó, ez a park ez későbbiekben is fel fog merülni. Egy másik támadás is pont ebben a parkban történt. A történetet már eleve azzal kezdtem, hogy a park őrei, a vadőrök arra a jelenetre érkeztek meg, hogy egy vadászpuska és néhány lőszer mellett ott van egy fej. Egy test nélküli fej. A testet máshol találták meg, de azt már az oroszlánok már szinte csontig lerágták, lenyolták róla a húst. Miért jelképes, vagy miért lényeges az, hogy a fej külön volt a vadászpuska körül? Az oroszlánoknak a csontjait hagyományos gyógyászat céljából szokták felhasználni, úgyhogy ezért vadásznak az oroszlánok bizonyos testrészeire. Pár hónappal ezelőtt volt, hogy ebben a parkban három hím oroszlánnak a tetemét találták meg, levágták a fejüket és a moncsaikat. Ugye ez azért kell, hogy a hagyományos orvosláshoz ezeket a testrészeket, a csontokat felhasználják. Azt nem tudják, hogy ugyanez a férfi volt-e az, aki azt a három hím oroszlánt levadászt és megcsonkította, vagy ez csak egy másik orvadász, csak az oroszlának pont úgy néz ki, mintha bosszút álltak volna. A hetedik az elefántról szól, és a hetediknél már végre be is kapcsoltam a mikrofont, úgyhogy talán így jobb lesz az egész. Theunis Buta egy olyan férfi volt, aki olyan túrákat szervezett gazdag embereknek Dél-Afrikában, akik jó kis summáért fizettek azért, hogy trófeákat gyűjtsenek. Buta volt az, aki tudta, hogy merre kell menni, kutyákat is alkalmazott, és a kutyák terelték az állatokat, ezeket a vad állatokat, szinte a vadászok elé. Én a hivatásos vadászok ellen én nem igazán szólok fel, hiszen maga a vadászok, akik azért felelősek, hogy az állatállományt kordában tartsák. Ez egy szükséges dolog. Én azt elismerem. De a trófea vadászok ellen, hát nem tudok mit mondani. Az, hogy eléd küldenek egy csomó állatot, és te csak lődözöl, utána levágod a fejét, és kirakod otthon a szobádban, ebben semmilyen büszkeséget, vagy semmilyen dicsőséget nem látok. Nem mész utána, nem napokig ott vagy az erdőben is, és egy az egyben levadászod, hanem eléd terelik és lősz, mint az ilyen falusi fesztiválokon, amikor puskával lősz, tudjátok, amikor hurkapálcát kell átlőni, annyi dicsőség van abban, mint amikor eléd terelnek állatokat, és te lelődözöd. Tehát más egy vadászat, és más ez a trófea vadászat, céllövölde inkább, úgy mondanám, tehát ezt mélyen elítélem, ezt a fajta vadászatot. És Buta ilyen trófeavadászatokat tartott, kutyával a vadállatokat a vadászok puskával rendelkező emberek elé terelte, és ott lövöldöztek. Elefántok is voltak a vadászok célpontjai listáján, hogy azt mondják, az elefántok nem felejtenek. Az elefántok vagy Butát és a kutyáit ismerték fel, vagy ezt a jelenséget, hogy ugye fegyveres emberek jönnek, kutyák jönnek, és az elefántok egy cselt eszeltek ki, Buta nem figyelt, vagy másfele figyelt, vagy azt hitt, hogy tehát mentek a cél fele, amerre a kutyáknak terelni kellett volna az állatokat. Azonban egy másik irányból három elefántnak a dübörgésére lett figyelmes Buta, és az a kis csapat, akik arra voltak felelősek, hogy ezt az egészet lebonyolítsák. Tehát arra lettek figyelmesek, hogy három elefánt fut feléjük. Annyit tudtak tenni, hogy elkezdtek lövöldözni a három elefántra, viszont nem vették észre a negyedik elefántot. A negyedik elefánt egy picit másfelől jött, és ő rögtön fölemelte Butát, a levegőbe tartotta.
és próbálta annak a törzsét összetörni, vagy összezúzni a férfi testét. Ekkor a csapat többi tag elkezdte lőni ezt a negyedik elefántot. Sikerült is, kilőtték az elefántot, viszont úgy esett a földre az elefánt, hogy először Bota ért földre, és Bota testére zuhant rá az elefánt. Az elefánt többé mint 4500 kg volt. Teljesen összezúzta Botát. Ebben a szakmában igenis benne van az, hogyha az állatokkal dolgozol, az állatok előbb-utóbb visszacsapnak, visszatámadnak, és így történt Bota esetében is. Ez persze nem oldotta meg azt, hogy ne lenne Dél-Afrikában. Trófeavadászat. Én is ismerek olyat, aki ezt teszi. Abszolút nem értek ezzel egyet. Sajnos, amíg van rá kereslet és van rá pénz, addig lesznek olyan emberek, akik ezt nekik megoldják, és szinte ilyen svéd asztal módjára tárcán kínálják nekik az állatokat. Teljesen más szerintem a vadászat ettől a céllövöldétől. A következő a krokodil. A krokodil olyan embert támadt meg most, aki őre vadászott. Nem csak egy turistát, egy eltévedt turistát, hanem egy krokodil vadászt ölt meg egy krokodil. Ami furcsa ebben a történetben, hogy a krokodil vadász tudta, hogy mire vadászik, tudnia kellett, és mégis úgy támadt rá a krokodil, ami teljesen alapvető lett volna, hogy figyelek arra, hogy ott lehet krokodil, és támadhat. Hát a férfi valahogy lehet, hogy már túl magabiztos volt, vagy túl bátor, és ezért figyelmetlen. Scott Van Zyl, ő is Dél-Afrikában, ő is ügyfeleknek segített, nagy vadaknak a lelövöldözésében. Ő amúgy krokodilokra is vadászott, és egyszer a csapat által külön vált, bement egy olyan területre, ahol nagyon sok a krokodil. Pár napig nem került elő. Első, második nap még annyira nem is volt feltűnő, vagy nem aggódtak, mivel ő egy krokodil vadász, biztos megy a krokodil után, próbálja őket vecserkészni és lelőni. Harmadik nap azért már aggódtak, és mentő keresést indítottak, hogy megtalálják a férfit. A hatóságok végül is 3 krokodil kilövését engedélyezték, hogyha nem találják meg a férfit, akkor maximum 3 krokodilt ki lehet lőni, hogy esetleg nem-e bennük van a férfi. 2 krokodilt ki is lőttek, mert nagyon gyanúsan viselkedtek ezek az állatok. Nem tudom, hogy miből állapították meg. Lényeg az, hogy 2 krokodilt kilőttek, bevitték a városba, felnyitották őket. A krokodilvadász a krokodil gyomrában volt. Amikor az oroszlánok megmentették egy orrszarvú életét. Hát jó, lehet így is mondani, azért nem pont így történt, de ha az eseményeket visszanézzük, olyan, mintha ez történt volna. Ami történt, az oroszlánok előbb támadtak az orrvadászokra, mielőtt az orrvadászok megtámadhatták volna az orrszarvút, amiért mentek. Az orrvadászok bementek egy parkba, szintén Dél-Afrika, és orrszarvukra próbáltak vadászni. Hozzá kell tenni, ez is éjszaka történt általában. Az orrvadászok azért éjszaka működnek, ugye, mert kevésbé láthatóak, de nagyon sok állat éjszaka aktív. Mielőtt ez az orrvadász csapat elérte volna a zsákmányt, vagy talált volna egy zsákmányt, azelőtt szembe találták magukat egy csapat oroszlánnal. Azt nem lehet tudni, hogy hány ember volt ebben az orrvadász csapatban, hiszen annyira összeroncsolták őket az oroszlánok, hogy egyszerűen nem tudták megállapítani, hogy hány ember volt. Amikor reggel rátaláltak a maradványokra, néhány oroszlán még mindig ott nyalogatta a csontokat. Annyira volt túl sok az oroszlán, hogy eleve az orrvadász banda sem tudta felvenni velük a versenyt, és még ugye azt se tudták megállapítani, hogy hány ember volt. Onnan tudták, hogy ez az orrvadász banda orrszarvúra vadászott, mert volt náluk balta és drótvágó, és ezek az orrszarvú orrvadászoknak a kellékei. Egy elefánt 4 orrvadászt támadt meg. Őket győzte le. Egy 4 fős orrvadász csoport a Tattekad madár rezervátumba ment, és meghallották, hogy a sötétben, hogy egy elefánt közeledik feléjük. A 4 fős csapatból 2 sikerült szinte egyszerre megtámadni ennek az egy elefántnak. Tonyt és Basilt kapta el, a 4-ből a 2 orrvadászt. Basil is nagyon súlyosan megsérült. Gerinc feléje végleg megsérült a támadásban, de a sebei semmiek Tonyéhoz képest.
A férfit, Tonyt, amikor elkezdte a levegőben is dobálni, és a földhöz dobta, akkor a férfinak elsült a fegyvere, és saját magát combon lőtte, átlőtte a combját. A másik kettő társuk, azok megpróbálták az elefántot elkergetni, valamennyire sikerült is, és ezt a két sérült társukat arrébb húzták a helyszínről. Végül is sikerült kórházba vinni ezt a két sérült társukat, vállalták így az a másik kettő, aki képzében voltak, hogy inkább vállalják a börtönbüntetést, csak megmentsék a társaik életét. Basil nem valószínű, hogy már fog tudni járni, azonban Tonyt még élve vitték be a kórházba, de ő nem élte túl. Szintén egy elefánthoz köthető támadás. Itt konkrétan elefántot akartak levadászni. Két férfi engedély nélküli fegyverekkel felfegyverkezve, Solomon Mandzsor és Noluk Tafuruka osont be a zimbabwei Charara Nemzeti Parkba elefántokra vadászni. Őket nem engedték törvényileg, hogy kilőjék, mivel már régebben adtak el agyarakat nagyon jó pénzért, ezért úgy gondolták, hogy akkor újra megpróbálják. Régebben is csak az volt a metódus, hogy lelőtték az elefántot, az ott eldőlt, gyorsan lefűrészelték az agyarakat, és hatalmas haszonnal azt eladták. Most is rádöttek egy elefántra, és várták, hogy az elefánt eldőljön, és neki állhassanak a munkának. Azonban ez az elefánt túl nagy volt, és ezek a fegyverek nem bírták azt az elefántot kilőni. Annak ellenére, hogy lőttek az elefántra, az elefánt futott feléjük, meg se torpant, és Tafuruka elkezdett futni. Mandzsaró viszont megállt, és elkezdte lőni az állatot. Hát hamar rájött, hogy ez rossz választás volt. Szinte lepattantak a golyók, és Mandzsarót eltaposta. A férfi belehalt ezekbe a sérülésekbe. Tafurukának sikerült az elefánt elől elszöknie, azonban a rendőrség elől nem. A rendőrség elkapta ezt a férfit, és nem csak őt zárták börtönbe, hanem találtak még egy másik férfit is, aki ugye finanszírozta ezt az egészet. Valószínű ugye az, aki megvette ezeket az agyarakat korábban ezektől a férfiaktól. A vízilovak kapcsán eszembe jutott a nagyon rég látott film, az Én a vízilovakkal vagyok. Bud Spencer, Terence Hill film, és azt hiszem 79-es filmről van szó. Nagyon régen láttam már, ezek után újra meg fogom nézni. A vízilovak több embert ölnek meg évente, mint az oroszlánok, pedig a vízilovak, azok növényevőek, az oroszlánok pedig húsevőek, és mégis ezek a vízilovak, akiket talán békés állatoknak gondolnál, hát nem azok, és jobban támadnak az emberekre is. Meglepő a súlyuk, hogy mennyire tudnak futni. Lehet, hogy rövid távon, de az pont elég, hogyha ügyesek és elkapják az embert. Amúgy a fogai közül nagyon sok agyarakká alakulnak, és ilyen 40-70 cm-esre is megnőhetnek. Úgyhogy nem sok esélye van az embernek, hogyha egy vízilóval találja magát szemben. És itt térünk vissza megint csak a Kruger Nemzeti Parkra, amikor már említettem, hogy ott már volt egy támadás, ez a másik. Itt az egész úgy történt, hogy három orvadász beosont ebbe a parkba, és próbálták ellenőrizni az illegálisan lerakott csapdáikat. Azonban víziló csordára bukkantak, és elkezdtek futni. Kettőnek szerencséje volt, és el tudott futni, a harmadikat azonban az egyik víziló elkapta. És az volt a taktikájuk, hogy ugye ráharap a testére, az áldozatot általában a vízilovak. Először valahogy így megtekerik, és lényeg az, hogy a víz alatt tartják az a zsákmány fejét, hogy az megfulladjon. És hogy mi történt ezzel a férfival, akit elkapott a víziló? Azt feltételezik, hogy az állkapcsába a gerincénél ketté roppantott, majd a levegőt bedobta, és esett, ahova esett, és a víziló ott hagyta az orvadást. Azonban azt nem tudni, hogy a férfi ebben rögtön belehalt-e, vagy végignézte azt, hogy erre a víziló által lelejtett zsákmányra jöttek az oroszlánok. Úgyhogy lehet, hogy a férfi hajdoklás közben még látta, hogy jönnek az oroszlánok. Lehet, hogy még annak is a részese volt, hogy az oroszlánok elkezdenek ő belőle lakmározni. Erre az orvadászra is úgy találtak rá, hogy alig lehetett ráismerni, csak ilyen csont darabok voltak, és ezek a csontok is tisztára voltak nyalva. Így mondhatni tényleg a vízilovak és az oroszlánok összedolgoztak, és ezt az orvadász csapatot is elélyeztették, egyet pedig így meg is öltek, és meg is ettek. Az utolsó szintén az elefántokról szól, és az utolsó az utal a bevezetőmre. Állatoknak az élőhelyi csökkennek.
Itt nem konkrét esetről van szó, itt több esetről, de itt nem direkt támadásokról van szó. Sem az ember által, sem az elefántok által nem direkt voltak ezek a támadások. Az állatoknak próbálnak biztosítani egy védett helyet, ahol ők élhetnek, ahova az emberek nem mehetnek be, nem költözhetnek be, nem vehetik el a területeiket. Azonban a falvak is egyre jobban terjeszkednek, és mindig-mindig próbálnak egy picit lecsippenteni az állatok élőhelyéből, akármennyire védett parkokról is beszélünk. Mivel az elefántoknak nagyon nagy terület kell, de azt folyamatosan csak csökkentik, akár illegálisan is, ezért az állatok bejönnek a városokba, vagy a falvakba, hiszen az régebben az ő területük volt. Ezekben a falvakban pedig néha megszavarodnak az állatok, nem tudják, hogy merre kell menni, és ezért elkezdenek tombolni, elkezdenek törni, zúzni, és ennek vannak emberi áldozataik. Ezt nem direkt csinálják az elefántok. Egy elefánt csorda valahogy rákavarodott rá, ment egy vasúti sínre, és ebbe száguldott bele egy vonat. Az állatok közül volt, aki megsérült, volt, aki meghalt, és a vonaton utazók között is volt, ugye, aki megsérült, és abból volt, aki meghalt. Ez sem direkt történt. Viszont az állatok is azért voltak megint csak a vasúti síneken, mert egyrészt az ő élőhelyük egyre jobban csökken, és jönnek ki élelemért, másrészt még ugyanúgy mennek be ezekbe a nemzeti parkokba, és ölik le őket az agyaraikért. Tehát abban a pici területben is, amin élni kellene, az is veszélyeztetett. Ezért hagyják el azokat a területeket. Úgyhogy végülis ez is az ember hibája, hiszen folyamatosan túrja ki az állatokat a természetes élőhelyekről. És nagyon sokszor történnek ilyen és ehhez hasonló támadások, és az állatok is egyre agresszívebben reagálnak, hiszen egyre kevesebb helyen találják meg a nyugalmukat, vagy az élelmüket, és ezért saját maguknak is fel kell lépni és harcolni. Azt mondja az egyik természetvédő, hogy ami most él ott azon a környéken, településeken, emberek csoportja, ők lehetnek az utolsók, akik együtt élnek az elefántokkal. Előbb-utóbb vagy az embereknek kell onnan elmenni, vagy az elefántok fognak kihalni. Az is lehet, hogy az elefántok az ott élőket előbb-utóbb véletlen szánszádéka meg fogják ölni, mert nincs területük, nincs élőhelyük, nem érzik magukat biztonságban. Akármennyire is próbálnak megoldást találni, az az egy újítás, vagy megoldást próbálják találni ezek az elefántokat védők, az orvadászat elleni csapatok, hogy elkezdik az elefántokat, mint egy ilyen élő buldozert használni. Őket küldik rá azokra az illegálisan épített kis kunyhókra, amit ugye a falusiak építenek, amikor mennek be az állatok élőhelyére, ami ugye természetvédelmi terület. Ha nem lehetne építkezni, hát akkor azokat a kunyhokat maga az elefántokkal tiportatják el, és próbálják egyre jobban, hatékonyabban, egyre erősebben felvenni a küzdelmet az orvadászok ellen, hogy az elefántok maradjanak bent ezen a területen, és az háborítatlan legyen. Talán ez az egyetlen megoldás arra, hogy még továbbra is együtt lehessen élni velük. Ha tetszenek ezek a videók, akkor kérlek, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg, köszönöm, hogyha ezt a részt is megnéztétek. Remélem a következő részben találkozunk. Sziasztok!